Ismerős épületek képei a falakon a Pécsi Galériában. Vannak közöttük Pécsi és más településről, vagy éppen a fővárosból származó fotók. Ami összeköti őket, a tervező személye. Dévényi Sándor, Kossuth és Ybl Miklós díjas építész, eddigi életműve képekben, makettekben, rajzokban. Ennek egy szomorú apropója van az, hogy 70 éves elmúltam, és eredetileg a pesti Vigadóba illetve ez egy koprodukció, a Pécsi Zsolnai Örökség és a Pesti Vigadó közös műve, ez a kiállítás, ahol a Vigadóban volt az év elején, és most Pécsre is hazahoztam ezt a kiállítást, kicsit kiegészítve skiccekkel, inkább pécsi vonatkozású dolgokkal. A kiállítás felépítése, és itt úgy találtam ki a kurátorommal, Dénes Eszterrel együtt, hogy ha már megadatott nekem az a szerencse, hogy egy világmodellt tervezhettem és építhettem, akkor az van a kiállítás központjában. Ez a világmodell, ez a makett, amelyik a Budapesten, a Szent Gellért téren a Földnek és a kozmosznak tulajdonképpen egyfajta leképzését akarja jelenteni. E körül pedig ezen kívül még három fontos munkámat raktam ki, amit fontosnak tartok. A Kékesdi templomot, amelyik egy egyházi létesítmény, ami minden építésznek hát álma, hogy egy ilyet tervezhessen, hiszen itt egy ilyen munkában testesül meg legtisztábban az építész médium szerepe. Az építész a megbízó és hát a megvalósítás között egy médium szerepet tölt be a rajzok elkészítésével. Ez azonban a templom több, mert itt a közösség Istenhez akar eljutni, és ebben az építész segítségére van. A másik munkám a Dráva-Szentesi Dunadráva Nemzeti Park fogadó épülete, ahol a természeti környezetben illeszkedést próbáltam megvalósítani, és sikerült is, úgy gondolom. És a negyedik pedig a legfontosabb, a pécsi belváros rehabilitációhoz kapcsolódóan, ahol a János utca 8 és 12 kis lakóépületnek, a társasháznak a megépítése, ahol azt próbáltam megfogalmazni, hogy hogyan tudjuk megóvni az örökségünket, de a mai élet számára is használható, aktualizált módon továbbépíteni. Tehát folytatni a teremtést, hogy Makovec Imrét idézzem, mert hiszen ezt a világot mi az Istentől kaptuk készen, sajnos csak rontunk rajta. Na most ennek minél kisebb rongálást végezzünk, talán ez az épület erre egy kísérlet. Ugye én már, hogy elértem ezt a kort, ezt csak a jó Istennek köszönhetem, meg a barátaimnak, akik segítettek, és a családomnak. Én azt hiszem, hogy az a normális, ha az ember ezt természetesen fogadja. De hadd mondjam el egy mai élményemet. Kassai barátom a Főnix szállóba szálltam meg, amit én terveztem a lakodalmas házba, és mit látok, hogy a web jelszava ez a... Ezt elérni azt hiszem egy különleges adottsága a sorsnak. De nem csak egy wifi jelszó Dévényi, hanem egy igazi fogalom. Hiszen aki Pécsen él, tisztában van azzal, hogy hol található Dévényi ház a városban. Az összetéveszthetetlen stílusjegyek az épületein kiemeli ezeket az alkotásokat a városképből. Dévényi Sándor életművéből nyílt kiállítás május 5-ig látogatható a Pécsi Galériában.